A Rózsa Luceséra Özönvíz című munkája mellett állunk. Ez egy friss mű, 2021-es, tehát az egyik olyan új szerzemény, amit mindenképp szerettünk volna bemutatni a kiállításban. Rózsa Luceséra különleges alkotása ihletet merít a Bibliából, miközben napjaink egyik legégetőbb problémájára, a természet pusztítására hívja fel a figyelmet. A festmény a reneszánsz festészeti hagyományokra is utal. Özönvíz a téma, de mégis bizonytalanok vagyunk, hogy itt pontosan mi is történik. Egy özönvíz előtt vagyunk, abban a pillanatban, amikor minden szinte megsemmisülni készül, vagy épp egy özönvíz utáni állapotban. Rózsa Luceséra munkája mostantól a Magyar Nemzeti Galéria Lépésváltás című kiállításán látható. Az 1945 utáni magyar képzőművészetet bemutató tárlat megújult, és számos új szerzeménnyel gyarapodott. Így többek között Maurer Dóra és Kemény György alkotásai is helyet kaptak a válogatásban. Ráadásul több műhöz videók is készültek, ezeken a kisfilmeken a művészek mesélnek az alkotás folyamatáról és saját képeikről. Az elmúlt 10 év és ennek a 10 évnek a nagyon sokféle változása a világban indokolja azt, hogy elsősorban a kortárs művészet vonatkozásában is megmutassuk, hogy az elmúlt 10 évben az alkotók hogyan gondolkodtak a világ változásairól, hogy ezt hogyan ragadták meg a maguk képzeletével, alkotói módszereivel, és hogy egy kicsit aktualizáljuk, egy kicsit keressük a kapcsolatot a mával. A tárlat rámutat arra, hogyan hatottak a különböző európai stílusirányzatok a magyarországi képzőművészetre. Az elmúlt évtizedekre jellemző volt, hogy egyes tendenciák és alkotói felfogások nem váltották egymást, hanem párhuzamosan voltak jelen, így kölcsönhatásba is léptek egymással. A kiállításnak az eredeti címe az volt, hogy Lépésváltás, ami Galante György szobrának címe, amit az 1989-90-es rendszerváltás alkalmára készített. És Galante György számára ez a lépésváltás, ez kicsit a korábbi generációk és a későbbi generációk közötti viszonyra utalt, és ezt nagyon szerettük, mert ennek van egy második jelentése, és a lépésváltás az utal valamiféle sebességváltásra is. És ez a sebességváltás, ez pedig az európai tempó felvétele. Mi így gondoltuk akkor, amikor a kiállításnak ezt a címet adtuk. A hazai képzőművészet elmúlt évtizedeinek egyes jelenségeit új nézőpontból bemutató kiállítás fontos célja, hogy a fiatalok érdeklődését is felkeltse.